szerint. Kegyelmezd meg, Uramként, szolgáld meg, itt vigasztald meg, Uram, kiáltásom add meg, mert szívemet elégre emeltem föl az égre. A mi hegedelmünk és reggeli áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy együtt lehetünk a Te nevedben, a Te főséged alatt, a mi hitünk, a mi reménységünk szerint a föltámadásnak, az életnek az ünnepén. Köszönjük, hogy rád figyelhetünk, elcsöndesedhetünk, a körülöttünk lévő világ különféle hatásait ad, hogy ki tudjuk zárni erre a néhány percre. Azért, hogy a csönd az ne csak a mi csöndünk legyen, hanem a tied is, amiben megszólalsz. A lelkünk mélyén, Urunk, ahogy a Zsoltár író mondja, mint a szarvas a hűs forrás vízre, úgy óhajt, úgy vágyakozik a mi lelkünk az élő Istenhez, az ő beszéde iránt. Így állunk meg előtted, és kérünk, hogy tekints le ránk. Add, hogy átjárjon bennünket a te igéd, annak szava üzenete. Segíts meg bennünket, hogy ne toljuk el magunktól azt, amit a szívünkre kívánsz helyezni, hanem add, hogy azt ne csak az értelmünkkel fogjuk föl, hanem beengedjük a szívünkbe, és annak alárendeljük magunkat. Kérünk, Urunk, áldj meg minket. Amen. Kedves televízió nézők, a Szentírás második feléből, tehát az Új Szövetségből olvasok föl, mégpedig Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének az utolsó 6. fejezetéből, az első 5 verset, ahol is így szól Isten igéje. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Ha figyelmesen tetszettek hallgatni a felolvasott igerészre, akkor kiderül, hogy az apostol itt teherviselésről beszél, mégpedig konkrétan az emberi élet vonatkozásában. A mondani valómat egy kicsit talán költői, de lehet, hogy patetikus kérdéssel indítom, nevezetesen, hogy tudunk-e, vagy el tudunk-e képzelni tehermentes életet? A válasz teljesen egyértelmű. Az emberi életnek az adottsága, de talán így is lehet mondani, nyomorúsága vagy kihívása, hogy különböző mértékben, de mindnyájan terheket hordozunk. Adott esetben olyannyira, hogy ezek roskasztóvá válhatnak. Nem csak, hogy nehezek, hanem az életünket annyira lenyomják, hogy kétségeskedünk és szorongásaink lesznek. Látszólag üdítőleg hat ebből a világból az a megannyi sugalmazás, amely azt szeretné elmondani nekünk, hogy tedd könnyebbé, tehermentesebbé az életedet. A legkülönfélébb formákban és fórumokon ajánlják és kínálják magukat azok, akik ebben segíteni kívánnak. Talán a legegyszerűbb, a leghétköznapibb példát mondom,
Akkor, amikor a reklámok világa arról szólnak, hogy ha ezt vagy azt a portékát megvásárlod, akkor biztos, hogy könnyebb, tehermentesebb lesz az életed. Nem kell túlzottan nagy tapasztalás ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy a tárgyak, az eszközök és ennek a világnak meg annyi kínálata, még ha kecsegtetőnek tűnik is, egyáltalán nem teszi könnyebbé az élet terheinek a viselését, sőt, lehet, hogy még inkább ránk rakódik az. Tehermentes élet, lehet, hogy a tudatunkkal fölfogjuk, hogy ilyen nincs, de mégis valahogy a lelkünk mélyén sokszor kívánkozunk ez iránt. Megkönnyíteni a dolgainkat. Jó lenne. Persze, hogyha jobban utána gondolunk, akkor a könnyű élet az bizonyos értelemben felszínes is. Valahogy úgy van, hogy a könnyű meg a könnyednek tűnő dolgok, azok úgy lehet, hogy fölverik a habot, de igazából mélységet és tartást, ebből fakadóan tartalmat az emberi életnek nem adnak. Egy mindnyájunk számára ismert példát hadd mondjak. Amikor a Duna árad, akkor nagyon sok mindent hoz magával, ott a felszínen. Ezt is, meg azt is többek között lerakódott szemetet, hordalékot. Talán nem túlzás kimondani, hogy a könnyű vagy a könnyűnek vélt emberi élet az lehet, hogy ilyen. Hordalékokkal megrakott. Aztán van egy másik emberi késztetés is bennünk, hogy a másik embernek a terhét nagyon sokszor könnyebbnek és egyszerűbbnek látjuk, mint a magunkét. És ebben a vonatkozásban is bizony szokott bennünk lenni irigység. Bárcsak nekem olyan könnyű lenne, mint neki. Lehet, hogy igazából nem gondolunk bele, amit nem látunk, hogy tudnék az a batyú, amit a másiknak cipelnie kell, hogyha ránk rakódna a maga teljes egészében, nem kizárt, hogy abba beleroppannánk. Az apostol a felolvasott ige szakaszban arról beszél, hogy a közösségnek, és talán lehet mondani általánosságban az emberi közösséget, bár ő konkrétan a hívek közösségéről, a keresztjén közösségről beszél, nevezetesen van jótékony hatása a teherviseléssel kapcsolatban. Nevezetesen az, hogy a közösség tagjai számára ezt könnyebbé teszik. Miért is? Azért, mert az együttlétben, ha az a közösség szeretet teljes, elfogadó, így is lehet mondani, befogadó, nyitott egymás iránt, ahol türelmet és szelídséget és alázatot tanúsítanak az emberek maguk között, ott készség mutatkozik arra, hogy meghallgassák egymást. És abban egyikünknek sem kell mélyen járatosnak lenni a lélektan világában, hogy nagyon sokszor igazából más nem is várunk egymástól, csak azt, hogy meghallgassanak. Hogy valaki vagy valakik előtt, akik megértenek és elfogadnak, az életemnek az árnyékos oldalával is kiöntsem a lelkemet. Lehet, hogy még önmagában ettől nem gyógyulok meg, de feltétlenül könnyebb lesz. Ennek a világnak, erre már az előbb utaltam, különféle kihívásai és kísértései vannak, amelyek kivétel nélkül megtalálnak mindnyájunkat, a híveket is. Egy közösség, hogyha jól működik, jól funkcionál, akkor a belső kohéziójával
összetartásával segít abban, hogy meg tudjunk maradni elsősorban az Úr Jézus Krisztus mellett, az ő törvényében, és ebből fakadóan egymás mellett. Egy közösségnek kohéziója és dinamikája is van. Van lendülete. Biztos, hogy a benne lévő emberek külön-külön terheket is hordoznak, hova tovább terhessé lehetnek egymás számára, de együtt, különösen is Krisztus fősége alatt a kihívásoknak és a próbáknak jobban ellen tudnak állni. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, mondja Pál apostol. Egy picit leegyszerűsítve, vállaljátok egymást. Még akkor is, hogyha ez talán nem mindig olyan könnyű. Már csak azért is, mert Krisztus is vállalt bennünket. Olyanokat, akik nem egyszer nélküle, az ő hátrahagyásával akarnak élni és boldogulni. Mégis kegyelmet és irgalmat találhattunk nála, mert ő magához ölelt bennünket. Az apostol arról is beszél, hogy az ember életében azonban vannak olyan terhek, amelyeket nem tud átadni másoknak. Itt az eredeti görög szövegben a teher szó a korabeli katonáknak a hadi felszerelését, a málháját jelentette, amelyet minden egyes fegyveresnek saját magának kellett vinni. Az életben vannak ilyen terheink, amit nem tudunk megosztani, amit mindnyájunknak vállalni kell. Még akkor is, midőn úgy érezzük, hogy egyedül maradunk. És amit még szeretnék elmondani, mert Pál apostol erről is beszél, és erről is szól, hogy ebben a látszólagos magányban azonban mégiscsak van reménységünk. Az Úr Jézus azt mondja egy helyen az övéinek, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és az én igám és az én terhem könnyű. Az Úr Jézus is teherviselésről, az igának a magunkra vételéről beszél. Az ige, vagy a magyar nyelvben a rokonértelmű kifejezés a járom, a szarvasmarháknak elsősorban az ökröknek készített eszköz, amibe befogták őket, hogy aztán együtt húzzák a terhet. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy a hozzávaló tartozása, benne való hit egy ilyen járom, amiben lehet, hogy én egyedül érzem magam, de hitáltal biztos lehetek abban, hogy a járom másik oldalán ott van az én Uram Jézus Krisztus. És legyen hála ő neki, hogy olykor egészen kézzel foghatóan, valóságosan, van, amikor csak úgy lélek által, hit által, de érezzük, hogy hord és tart bennünket az élet megpróbáltatásaiban és viharaiban. És itt válik valóságossá az az ígéret, amit a keresztelésünk alkalmával az Úr Jézus nekünk is megígért. Íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus nem azt ígéri, hogy leveszi rólunk az életünk terheit. Ezt sehol nem olvassuk a Bibliában, de azt igen, hogy a teherviselések közepette velünk van. Fogja a kezünket, hitünk szerint, mind életünkben, mind pedig halálunkban. Adja mi Urunk, hogy mindezért háládatosságból mi is tudjuk egymás kezét fogni, így erősítve egymást és betöltve a Krisztus törvényét.
úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, az életünk talán legnagyobb kihívása az, amikor úgy érezzük, hogy egyedül maradunk, mégpedig nehéz helyzetekben. És lehet, hogy elfogynak az emberi megoldások, lehet, hogy nem segít a tapasztalatunk, vagy az ötlet gazdagságunk, hanem azt érezzük, hogy teljesen kiszolgáltatottak vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ha vannak mellettünk emberek, társak, akikbe kapaszkodhatunk, akik segítenek az élet terhének a hordozásában. De köszönjük azt, Urunk, amiről hallottunk, hogy Te pont ilyenkor, amikor emberileg azt érezzük, hogy nagyon nehéz, és talán azt is, hogy nagyon fáj, akkor lépsz igazából mellénk. Akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy mégsem vagyunk egyedül. Mert ebben az elemlegetett igában ott vagy. És valószínű, hogy te vagy az, aki a többet, a nehezebbet húzod. És köszönjük neked, hogy a te közelséged és a te jelenléted az megnyugvást és békességet teremt. Urunk, így, veled, a hozzád való tartozásban, a veled való közösségben, ad, hogy így tudjuk, így akarjuk megélni az életünket. Köszönjük a bíztatást. Köszönjük, hogy tartozhatunk valahová. Ad, hogy ezt a közösséget hordozzuk és vállaljuk. És ad, hogy a mi reménységünk mindig te benned legyen. Aki azt mondod, veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mi velünk most, és mindörökké. Amen. Jézus hívott!